Köszöntöm kedves nézőinket! Ingyenes street workout edzéseket tartottak érdeklődő fiataloknak egész nyáron itt a Haller Parkban. A mai közös térben megismerkedünk ezzel a sportággal. Tartsanak velünk! Az én mentorom, szakmai tanácsadóm, úgymond Szűcs Endre, aki a Soroksári Súlyemelő Egyesületnek az elnöke. Ő az, aki megmutatta nekem azt az utat, hogy fiatalokat sportra, egészségre nevelni, milyen az, amikor társadalmi felelősségvállalás végez az ember, és így mindenféleképpen fontosnak tartottam, hogy egy olyan vállalkozást hozzunk létre, ami szociális helyzetet javít. Éppen ezért végzünk non-profit munkát mi is, egyesületként is működünk, és próbálunk minden olyan kerületi rendezvényen részt venni itt a Ferencvárosba, ami elősegíti a fiataloknak a sportlási lehetőségét, például sportpróbálók, extrém sportnak hasonlók. Így jött az ötlet, hogy biztosítsunk a nyáron, amikor szabadidőnk engedi, több lehetőséget ingyenes mozgásra azoknak a gyerekeknek is, akik ezt anyagilag nem tehetik meg, hogy egy drága edzőterembe menjenek, mégis egy olyan célt irányt mutassunk nekik az életbe, ami értéket teremt és értéket képvisel. Miért jó a street workout? Milyen mozgásforma ez? Igazából ez a legszabadabb mozgásforma. Ami talán kiemelkedő az az, hogy eltérő egy konditermi edzéstől nem kényszeríti a testet egy adott mozgástartományba, hanem segít használni a testünket rendeltetésszerűen, amire teremtetett, ugye húzni, tolni, hajolni, guggolni tanít meg, amit ugye egyéb hétköznapi tevékenységek, mint hogyha mondjuk valaki egy irodában dolgozik, elveszti azt a mozgás mintát, amit ugye kiskorában még az óvodában, még az általános iskolában ment, majd későbbiekben ez elhalványul, ezt az emlékező készséget erősítjük mi, így egészségesebb lesz az embereknek a mozgása, és használhatóbb a teste. Hogy épül fel egy edzés? Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a bemelegítésre, az izületi mobilizációra. Ez azért fontos, ugye, hogy megfelelő mozgástartományba tudjuk használni a testünket. Utána ugye jön egy erősítő szakasz, ami felkészíti az izomzatot a nehezebb erőelemekre, majd jön a munka része, ami adott esetben ugye több volument, sorozatot jelent, és ugye a végén a nagyon fontos része a nyújtás, hogy prevenció, rekreációs célra is gondoljunk magunkra. Milyen fizikai, szellemi, pszichikai képességeket nyer az, aki street workout edzéseken vesz részt? Mindenképpen elősegíti a fókuszt, a koncentráció készséget, amit nem csak a sportban, hanem a hétköznapokban is el tudunk sajátítani. Ami iszonyatosan fontos az az, hogy maga ez a sportág a jelenbe tart minket, így nem arra gondolunk, hogy mi volt tegnap, mi volt reggel indulás előtt, bekapcsolva hagytam a mosógépet, és milyen számlákat kell befizetni, milyen gond van otthon a párommal, hanem teljesen itt a jelenre fókuszálunk, és igazából nem enged eltérni az adott cselekvéstől, így tisztítja a tudatot, egészségessé teszi ugye a testet, és ezáltal a lelket is. Erdélyi Ádám edzőt a street workout eredetéről kérdeztük. A street workout az a saját testes edzésnek a művészete. Valójában egy utcai torna, a szertornának egy részlete, és az, hogy honnan ered, az egy jó kérdés, itt megosztanak a vélemények, és nagyon hatalmas viták szoktak kialakulni. Egyrészt van az orosz vonal, tehát így a keleti blokk, illetve a nyugati, amerikai eredeztetőség szerintem sehonnan, tehát is mindenhonnan, tehát egyikre sem mondanám azt, hogy csak ez volt, csak az volt előbb. Ez a saját testes edzés, ez évezredek óta létezik, ugye használjuk a testünket mindenre. Te mikor kezdtél street workout edzőként dolgozni vagy tevékenykedni? 2013-ban kezdtem el, és Szolnokon, én eredetileg onnan származom, ott éltem 28 évet, és két évvel ezelőtt jöttem Pestre, hogy komolyabb karriert építsek ki, ugyanis itt azért nyilván több az ember, nagyobbak a lehetőségek. Hogy látod, milyen itt az emberanyag Ferencvárosban? Egész jó, jönnek az edzésre sokan, a csoportos edzés is a részben egész jól kialakult. Januárban nyitottunk, és ahhoz képest azért rendszeresen egy 8-10 fő mindegyik délutáni edzésen azért ott van, és keményen küzdenek és fejlődnek az emberek.
milyen eszközöket használtok egy street workout edzésen? Street workout edzésen alapvetően az eszköztár, ugye, ami adott, az a talaj, és ezen kívül ugye különböző szereket használunk, a korlátot, illetve a nyújtót, illetve használom egy bordásfalat, valamint az eszköz, ami jelenleg itt nem található meg, de a Rage Budapest termében igen, az pedig a Monkey Bar. Ugye ez vízszintes létre, ugyanazt a bordásfal, csak vízszintesen elhelyezve egy olyan 2 méter 2,30 magasságban. Milyen izomcsoportok edzésére koncentráltok? Teljes testes edzéseket tartok én. Az tény, hogy a lábat azért nyilván kicsit alacsonyabb intenzitásban edzük, főleg a felső test az nagyobb hangsúlyt kap a street workoutban. Azon belül is ugye a váll, a válllöv, vállövet stabilizáló izmok, széles hátizom. Milyen gyakorlatok vannak? Vannak ilyen artisztikus elemek például? Igen, kifejezetten vannak egyébként. Ettől ugye az átlagember, a laikusok nagyon félnek. Viszont amikor eljönnek az edzésre, akkor bevezetem őket így a különböző rávezető gyakorlatok, az úgynevezett progresszióknak nevezik a szakirodalomban, és ilyen például a kézállás, mondjuk tegyük azt. Ez a tornában egy alapelem, ugyanakkor az átlagember ugye ettől egy kicsit óckodik, hogy hát fejjel lefelé kell állni. Én azt mondom, hogy tapasztalatom szerint 2-3 hónap alatt elsajtható, akár a nulláról, és bármilyen súlytól, vagy bármilyen sportmúltól függetlenül, ha van, ha nincs. Járnak hozzánk kis gyerekektől kezdve idősebb középkorúak is, és mindannyian képesek ezt megtanulni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a kézállás az egy jó kezdés, és utána haladunk tovább a különböző függőmérlegek irányába, támaszmérlegek irányába, és különböző akrobatikus, úgymond akrobatikus, könnyű akrobatikus gyakorlatok. Mi mutatja meg, hogy az ide érkező srácok milyen szinten vannak street workout téren? Az, hogy mennyire kidolgozott még a felsőtestük, vagy inkább az, hogy milyen akrobatikus elemeket tudnak megcsinálni egy edzésen? Vagy ez összefügg? Nem, semmilyen összefüggés nincs egyébként, tehát a testtudat és alapvetően az izomerő között én nem találok összefüggést. Jártak hozzám télen olyan emberek, akik nagyon-nagyon izmosak voltak és monumentális izomzattal rendelkeztek. Hát azt hittem, hogy tényleg ők nagyon erősek lesznek, de hát egyáltalán nem. Tehát azért reszkedtek a csövön, meg kell, hogy mondjam, a legegyszerűbb gyakorlatokban is, akár legyen az egy fekvőtámasz variáció, vagy egy húzózkodás variáció. A testtudatnak a fejlettségét az különböző gyakorlatok mutatják, és az gyakorlatilag a kivitelezés egy alapgyakorlatban már lehet látni. Például egy húzózkodásnál, hogy az adott ember mennyire tud odafigyelni a helyes kivitelezésre. Mi mindig a helyes kivitelezéssel kezdjük, és ha ezt jól csináljuk, akkor egy nagyon jó alapot tudunk felépíteni, amivel aztán lehet tovább haladni. Máté, mikor jöttél le életedben először street workout edzésre, és mi volt ennek az oka? Hát másfél hónappal ezelőtt jöttem le az első edzésemre. Ez úgy volt, hogy itt volt a Haller Parkban egy sportág választó, és ezzel ide az iskolába kijöttünk. Mondták nekem, hogy itt van egy edző, hogyha szeretném, akkor tartani egy 20 perces edzést. Ő az Ádám. És tartott nekem egy edzést, és nagyon élveztem, és mondták a végén, hogy ha szeretném, akkor feliratkozhatok egy tombolára. Mondtam, hogy hát de nem tudok feliratkozni, mert nem tudom megvárni az eredmény hirdetést, mert nekem vissza kell menni az iskolába. Mondták, nem baj, adja meg az adataimat, megadtam, és 5 óra múlva kaptam egy SMS-t, hogy megnyertem a 12 alkalmas bérletet, így kerültem ide le. Annyira megtetszett, hogy hát azóta is járok. Mi volt az, ami megfogott a street workoutban? Én mindig is a saját testsúlyos edzést preferáltam, és itt megkaptam azt, hogy tényleg nem dolgozunk semmilyen plusz súlya, ami nekem fontos, bár lehet, hogy ez csak az én sajátom, de hogy nekem fontos az, hogy csak a saját testsúlyos legyen, és leginkább Ádám fogott meg, hogy tényleg ott van szakmailag, emberileg is, és eznek a kettőnek az együttes ez elég volt arra, hogy elkezdjen itt egy csapatot szervezni. Amióta az eszemet tudom, sportoltam, de ilyen jó közösség még egyik helyen sem volt. Hogy zajlik egy edzés az elejétől a végéig? Ide jövünk, bemelegítünk, Ádám megérkezik, és először a földön csinálunk gyakorlatokat, aztán utána meg, amit Ádám kitalál, igazából azt csináljuk, de ez mindig előre fel van építve. Mi a célod ezzel a sporttal? Hát nekem a zászló, mert amit kitaláltam másfél hónappal ezelőtt magamnak, én azt nagyon meg szeretném csinálni, és hogy most itt csinálom a dolgokat, nekem az lenne a célom ezzel, hogy versenyezek-e, nem tudom, hogy mennyire van lehetőség, de versenyezni szeretnék majd.
Ádám, téged mi motivál edzőként? Edzőként? Hát az, hogy minél jobb tanítványokat neveljek. Ez az egész tanítványokat tényleg. Tehát ez az egyik. Szeretnék versenyeztetni minél több és minél jobb tanítványokat, illetve minél több emberhez eljutni. Mennyi idő alatt lehet eljutni mondjuk egy jó szintig street workout területen? Tehát mondjuk mennyi idő alatt jut el valaki a nulláról oda, hogy mondjuk 10-20 húzózkodást meg tud csinálni, vagy egy-egy akrobatikus elemet? Igen, hát ugye mi nevezhető jónak? Most 10 vagy 20 húzózkodás? Igen, értem azért a kérdést. Minden esetre... Mi nevezhető jónak? Mi nevezhető jónak? Világviszonylatban, vagy hazai viszonylatban, vagy... Kerületi viszonylatban. Kerületi viszonylatban azt mondom, hogy egy 15 húzatkodás az azért már az azért úgy jó szint, és onnan lehet szépen továbbfejlődni. Na most nyilván az attól is függ, hogy ki milyen gyakran edz, illetve hogy egy nagyon fontos tényező az életviteli tényező, az életmód, illetve a táplálkozás. Egyrészt ugye arra gondolok itt, hogy mennyit tud pihenni, regenerálódni, mennyire stresszes az élete, milyen munkakörben dolgozik és hány óra hosszát, mennyit alszik, mennyit tud aludni és tényleg, hogy mennyire figyel oda az étkezésre. Alapvetően azt mondom, hogy egy olyan 3 hónap után már látszódnak az eredmények, külsőleg is, tehát fizikálisan is, illetve... Ez mennyi edzés kell? Egy heti 3 edzés, de az konzisztensen, tehát rendszeresen. Nem az, hogy egy héten lenyomom 3 edzés, jövő héten nem jövök, hanem akkor tényleg. Igazából attól szép a street workout, ugye, hogy viszonylag, tehát nehéz gyakorlatokat mutatunk be a testünkkel, de nagyon egyszerűnek tűnik kívülről. Tehát szinte lebegünk a levegőben, ugyanakkor ezek nagyon komoly izommunkát igényelnek, és különböző testtartásokban feszítéseket. És hát remélem, hogy az emberek ezt azért értik. Kívülről annyira nem látszódik, csak tényleg azt látják, hogy hú de egyszerű, hú de könnyű, nagyon nagy munka van mögötte, és akik hozzánk járnak, ők szeretik ezt a munkát, szeretnék bejárni ezt az utat, és hálás vagyok, hogy ilyen jó vendégekkel vagyok itt, és dolgozok itt a Reachben. Szeptembertől tehát a Reach Budapest fedett edzőtermében erősíthetnek azok, akik kedvet kaptak a street workout edzésekhez. A street workoutot nemtől és kortól függetlenül bárki elkezdheti, aki az alakját szeretné formálni, testsúlycsökkentést kíván elérni, vagy izmosodni vágyik.